Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, és folytatjuk a bűnügyi sorozatunkat itt az Ultrahang Plus csatornáján. Ma elsősorban a digitális világ útvesztőivel fogunk beszélgetni, ami sajnos bejön egyébként a valós életünkbe is. A vendégünk pedig Tóth Bettina, politikai influencer, közösségi média szakértő és azért tetteszem alapítvány szóvivő. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad. Köszönöm szépen a meghívást. Az aktualitását a mai beszélgetésünknek az adja, hogy ugye volt pár héttel ezelőtt egy gyermekvédelmi tüntetés, amelynek az egyik főszervező Eusfeld Zsolt influencer volt, akit azóta megvádoltak különböző fiatalkorúak sérelmére elkövetett dolgokkal. Hogy ezek bűncselekménynek minősülnek-e a büntető törvénykönyv szerint, az egyelőre nagy kérdés. Ugye itt két szálon fut a cselekmény. Egyrészt van Norina Diamond, akiről talán majd külön is érdemes beszélni, hogy ki ő. Ő azt mondja, hogy tudomása van arról, hogy Eusfeld Zsolt egy fiatalkorúban létesített szexuális kapcsolatot, illetve Abraham Robert műsorában pedig szó volt arról, hogy Eusfeld Zsolt arra kért fiatalkorút, hogy mesztelen képet küldjön nekik. Szóval a nulladik kérdésem az, hogy ugye van ennek egy büntető jogi része, illetve van ennek egy morális része, hogy te hogy látod ezt az egész helyzetet? Alapvetően, hogyha morális oldalról figyeljük meg ezeket a cselekményeket, amennyiben valóban megtörténtek, az ténylegesen elítélendő. Azonban nagyon sok esetben én is úgy gondolom, hogyha az elkövetőknek a morális oldalát nézzük, ők ezt nem szokták végig gondolni, sőt, hogy őszinte legyek, a morális rész még a jogalkotásban sincs jelen. Tehát esetünkben itthon ugye a Fidesz vitte le a beleegyezési korhatár, tehát pont ezért megkérdőjelezhető az, hogy ilyen büntettekért bárkit egyáltalán el tudnak-e ítélni. Én láttam azokat az üzeneteket, ugye erről kikerültek képernyő fotók, és abból nekem jelenleg úgy tűnik, hogy tehát az egy beleegyezett cselekmények tűnt, mármint úgy értem, hogy mindkét fél részéről támogatást láttam az ügy kapcsán. Most először az üzenetekkel kapcsolatban mondom, tehát nem vagyok abban biztos, hogy... Tehát nem kényszerítés. Nem kényszerítés történt az üzenetek alapján, nekem az a véleményem. Ettől függetlenül természetesen szerintem is végtelenül beteges az, hogyha egy 20 akárhány éves férfi egy 10 éves lányt, vagy akár 10 éves fiút megpróbál becserkészni, de komolyan mondom, hogy mindegy az, hogy én mit gondolok. Mindegy az, hogy a civileknek a 70-80%-a mit gondol, mert a jog neme szerint jár el, illetve, hogy még ijesztőbb adatokat is megosszak veled, az Edinburgh-i Egyetem készített ezzel kapcsolatban egy kutatást, ami kimutatta, hogy minden 20 férfiből egy végezne szexuális cselekményt kiskorúval, amennyiben a titoktartás biztosítva lenne. A még ijesztőbb adat pedig az, hogy minden 7-ből egy férfi folytatna kapcsolatot szintén kiskorúval, amennyiben a titoktartás szintén biztosítva lenne. Akkor mondjuk ennek a mérésnek az 5%-a az látens pedofil tulajdonképpen. Így van. Erről ritkábban szoktunk beszélni itt Magyarországon, mert szerintem sokan úgy érezzük, hogy ez a nyugatot, a modern civilizációkat elkerülik, de nagyon sűrűn fordulnak el gyermekházasságok is. Sok esetben... bizonyos kultúrákban gondolom, nem? Nem. Mert ugye azt értem, hogy mondjuk 17 évesen valaki mondjuk már sokkal fejlettebb, sokkal szülői beleegyezéssel férhez megy. Ilyenekre gondolsz, vagy ennél akár extrémebb példák? Szerintem mindegy, hogy egy gyermekházasságnál van-e szülői beleegyezés vagy sem, illetve én arról is tudok, hogy sok esetben a gyámügy nem a szülőket kérdezi meg a házasságról, hogy ők megengedik-e a gyermeknek, hogy megházasodjon, hanem ilyen esetekben inkább a gyermeknek az érettségét mérik fel, illetve hogy szabad akaratából szeretne-e beleegyezni a házasságba. De hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a gyermek szabad akaratából bele akar-e egyezni a házasságba. Úgy gondolom, mindannyian 13-14-15 évesen máshogy vélekedtünk az életről. Most, hogy még egy szélsőséget bemutassak neked, Indiában például 7 erőszakoltak meg egy nőt. És ott már olyan eset is előfordult, hogy az elkövetőket agyonlőtték, és még ez sem állítja meg őket. Ugyanúgy folytatják a csoportos nemi erőszakokat. Tehát, hogy őszintén, hogy mi tudja ezt megakadályozni, először arra a szintre kellene eljutnunk, hogy bármiféle kegyelem nélkül
börtönbe csukassuk az ilyen embereket. De ez még mindig nem valósult meg, pedig 2024 van. Úgyhogy akkor is, hogyha egy ilyen cselekménynek nincs büntetőjogi következménye, szociálisan úgy érzem, hogy talán mégis van, mert ugye arra emlékezhetünk, hogy Kalettának is több ezer gyermekekről készült fotója volt a számítógépén, vagy akár videója, és lehet, hogy csak néhány százezer forint büntetést kapott, de az emberek agyába ő végleg megmaradt pedofilként. És itt is ugye, én egyébként már beszéltem szintén videóformájában Norináról és Osváth Zsoltról, hamarosan a Norinát is szeretném egyébként felhozni, hogy a nézők érzékeljék azt, hogy milyen embertől is származik pontosan ez az információ, de az a lényeg ebben az ügyben, hogy ha őszinték akarunk lenni, Norina az egy notórius hazudozó. Ő a haját szokta gyújtogatni, még néhány évvel ezelőtt az egyik kuncsaftját elégítette ki élőadásban. Nemrég pedig egy olyan ügye volt, hogy azt állította a közösségi médiában, hogy börtönbe kell vonulnia, és végül készített is erről egy videót, ahogy ő bevonul a börtönbe, azonban ezzel kapcsolatban volt egy botrány, hogy lehet, hogy mégsem vonult be. Nem tudom, hogy ennek végül mi lett a vége, ettől függetlenül fontos ezeket az előzményeket tudni. Tehát ő ilyeneket mutogat online a gyermekeknek. Egy kicsit itt időzzünk el. Szerinted mi az oka annak, hogy ő egy TikTok sztár? Azért mondjuk ki, sokan nézik. Az extremitása, ezek a nagyot mondásai, vagy miért? Tehát, hogy őt trash tartalomként fogyasztják, akár a kiskorúak, akik vagy fiatalkorúak, akik a TikTokon vannak, vagy mi az ő úgymond kattintás számainak, vagy sikerének a titka? Minden probléma, amiről itt jelenleg beszélgetünk, ezek már több tíz, vagy akár több száz éves problémák, ugye, kenyeret és cirkuszt a népnek. Ő a cirkusz. Norina előtt volt a Mónika Show. Tehát ezt nem tudom egy generációs problémának beállítani, mert mindig voltak ilyen személyek. Norina előtt és Norina után is lesznek. Én ezt sajnos ennek tudom tulajdonítani. Most már nincs az RTL-en Mónika Show, akkor jönnek nézni a Norinát. És rengetegen fogják megnézni, sajnos sok esetben olyan gyermekekhez is eljut, akiknek még ugye az agya azért, meg a gondolkodásmódja fejlődésben van, és én nagyon remélem, hogy ők nem a Norinát fogják példának tekinteni. Ugye ez a kérdés, hogy ezen nevetnek, úgymond. Egyébként szerintem az is szomorú, ha valaki egy transznemű, talán így kell mondani, szóval egy transznemű emberen nevet, aki láthatóan komoly mentális zavarokkal küzd, de ugye ezt mi meg tudjuk ítélni, mert már felnőttek vagyunk. De ez a kérdés, hogy egy gyerek is meg tudja ítélni? Szerintem a gyerekek sok esetben azt látják, hogy szép színesre kisminkeli magát, szép ruhákban jár, vagy éppenséggel sok pénzt keres ebből, és lehet, hogy sokan az ilyen tartalomgyártók miatt fognak elgondolkodni azon, hogy ezzel szeretnének foglalkozni. És ezt azért merem ennyire határozottan kijelenteni, mert ugye én is tartalomgyártó vagyok, és például a Kokáért én ugye buddhista főiskolán tanulok, és van egy osztálytársam, akinek a gyermeke szeretett volna velem beszélgetni médiával kapcsolatban, ilyen karrier tanácsadásokról, és én nagyon szívesen beszélgettem vele, aztán természetesen picit megijedt, amikor elmondtam neki, hogy a tévében mennyire sokat kell dolgozni, de mondtam neki, hogy minden lehetséges egyébként az életben, csak tanulni kell. És ő engem tekintett példának. De van nagyon sok olyan fiatal, aki nem engem fog tekinteni példának, és mert csak azért is, mert ugye te, amiről például a TikTokon beszélsz, a mögött teljesítmény van, tehát ki kell találnod a gondolatokat, azt fel kell venni, el kell mondani. Míg mondjuk Norina Diamond esetében időnként így belebotlok, meg küldik ilyen különböző live-ok, ott egyébként semmifajta teljesítmény nincs az extremitáson túl. Tehát ott nem fogalmazódnak meg épkézlebb értékes gondolatok, hanem gyakorlatilag tényleg, amit mondtál, hogy felgyújtja a haját, meg kielégíti. Akkor azt is beszéljük meg egyébként, hogy ezt az Osváth Zsolt is ugye milyen kontextusban hozta fel. A legutolsó drámája, ami megtörtént a felületen, illetve YouTube-on is, hiszen ugye youtuberekkel, illetve egy üzlet vezetőjével kezdett el veszekedni, hogy a Balázs Kicks meghirdetett egy nyereményjátékot, aminek keretén belül kellett készíteni egy videót, és aki a legtöbb reakciót kapta erre a videóra, az kap egy ingyen cipőt. Na és hát botrányhős Norinánk,
nagyon sok reakcióval rendelkezett a saját videójára, ezért kénytelen volt az üzlet vezetője bejelenteni, hogy ő nem szeretne olyan embernek nyereményt adni az üzletével, aki ilyen kielégítéseket hajtott végre az élő videójában gyermekek előtt, és én ezt teljes mértékben támogatom, és meg tudom érteni. Szerintem ehhez nem kellett semmi egyéb más jogi nyilatkozatot megtenni a vezetőnek, ez pont elég. Az üzlete hírnevét szerintem nem ronthatja ilyen emberrel. És a Norinának erre pedig az volt a reakciója, hogy transzfóbnak próbálta beállítani az üzletvezetőjét, miközben az üzletvezetője erősen kihangsúlyozta a videójában, hogy nem emiatt kerül kitiltásra. És emiatt, a vita miatt hárman összeültek egy hosszabb beszélgetésre, ami kikerült egyébként az online felületekre is, és ott azt hiszem talán a Balázs Kix kezdett el azzal érvelni, hogy ugye az Osváth Zsolt is ugye gyermekvédelemmel foglalkozik, és hogy neked ilyeneket nem kellene csinálni, és akkor mondta ki ezt. És hogy vele semmi baj nincs, talán nagyjából a Balázs Kix nagyjából azzal érvelt, hogy azért sem transzfób, hiszen például az Osváth Zsoltnak is megvannak a saját értéke, és akkor erre mondta Norina, hogy jaj, hagyjuk már az Osváth Zsoltot. Hát. Hogy ő mennyire nem hiteles, mivel hogy ugye 16 évessel folytatott viszonyt, és a Norina egyébként azt állította, hogy ő együtt is lakott ezzel a fiatalkorúval, amikor ez a cselekmény vagy kapcsolat megvalósult. Illetve én még a beszélgetésünk előtt megnéztem egy Magyar Nemzet riportot, hogyha lehet annak nevezni, igen, talán riport volt, a lényeg, hogy egy videó online, és ott a riporter azt állította, hogy valahol a Norina Diamond már arról is beszélt, hogy erről a cselekményről valahol online elméletileg videó is terjed. Erre az Osváth Zsoltinak az volt a válasza természetesen, hogy hát ő várja szeretettel azt a videót, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én a Norinának az állításait egyébként a történetei miatt nem tudom komolyan venni. Már nagyon sok emberről hazudozott, nagyon sok mindent. Többször állította azt különböző emberekkel és közszereplőkkel kapcsolatban, hogy neki bizonyítéka van erről, bizonyítéka van arról. Egyébként azt is állította, hogy egy fideszes politikussal is volt viszonya. Ezt a Lakatos Leventénél igen. Mondta még. Igen, igen. És emiatt én nem tartom azt jó ötletnek, hogy jobboldali portálok hivatkozzanak rá. Természetesen, mivel egy olyan tartalomgyártóról beszélünk, aki gyermekvédelemmel foglalkozik, aktívan ráadásul, ezért én is úgy gondolom, hogy ki kell vizsgálni ezt az ügyet. Legrosszabb esetben, vagy legjobb esetben kiderül az, hogy nem történt semmi. És akkor mindenki mehet tovább az életével. Szerinted, ha az derül neki, hogy semmi kényszerítés nem volt, de hogy mondjuk Osváth Zsolt tényleg már felnőtt korúként 18 éven alulival együtt élt szexuális kapcsolatot létesítettek, akkor onnantól például, hogyha Osváth Zsolt legközelebb is gyermekvédelmi tüntetést szervezne, akkor változna bármi annak a tüntetésnek a megítélésében? Szerintem sokan már nem támogatnák őt. Nekem jelenleg ez a véleményem. Tehát ugye, ahogy megbeszéltük, attól függetlenül, hogy valami büntető jogilag nem elítélhető, attól függetlenül az emberek igazságérzete működni fog, tehát hogyha valóban valami ehhez hasonló megvalósult, és nem is elítélhető jogilag, az embereknek meg lesz a véleménye. Azonban, tehát itt mind a kettő, illetve itt most több embernek is veszíteni valója van, hogyha őszinték akarunk lenni. Itt azon médiumoknak is veszíteni valója van, akik ezt tényként leközölték, itt a Norinának és az Osváth Zsoltinak is veszíteni valója van. Azon a ponton, tehát én a Norinát nem tartom egy egészséges akárminek a közösségi médiában. Én sajnálom azt, hogy az eddigi botrányai nem okozták neki azt, hogy muszáj legyen neki eltűnnie a platformról. Már azon is elgondolkodtam, hogy egyébként a TikTok igazgatójával kellene kontaktba lépni, hogy ez megvalósulhasson. Hát meg például téged ennél sokkal kevesebbért korlátozott törölt időnként a TikTok. Így van. Sőt, engem azt tudod, hogy pont azért törölt le a TikTok, mert felszólaltam Norina ellen. Tudod? Nem tudtam. Pont. Róla készítettem egy videót, majd utána letörölték az oldalam, és én írtam a TikTok igazgatójának egy üzenetet, amiben elmagyaráztam neki, hogy pontosan mi szerepelt a videómban, és hogy már sokadjára szedtek le miatt, másnap visszakaptam az oldalamat. Az nem lehet, hogy mivel Norina nagy nézettségekkel rendelkezik a TikTokon, ezért a nézettség miatt védett személy? Nem a nézettség miatt védett személy. Tudod, hogy mennyi pénzt utalhatnak neki élőben? A TikTok pénzosztási rendszere, hogyha ez szabad így
megnevezni, az úgy működik, hogy amikor te elküldesz 10 000 forintot valakinek, ott úgy ilyen kis ajándékok vannak, tehát hogyha valaki belerak a TikTok fiókjába 10 000 forintot, most nagyon hülyeséget fogok mondani, mert ehhez az ajándékozási rendszerhez én nem értek, mert nem használom, de akkor tudsz belőle venni egy kiskutyát, és a kiskutyát el tudod küldeni a TikTok közszereplődnek, vagy influencerednek. És ennek a 10 000 forintnak a 70%-át fogja megkapni a TikTok. 30% ott... maradt csak az alkotónál. Így van. Az igen. Így van. Tehát nekem ez is elméletem, hogy mivel azért neki ott lehet bevétele, ezért azokat a tartalomgyártókat fogják előnyben részesíteni, akik egyértelműen rendelkeznek ilyen bevétellel. Én ezzel nem foglalkozom TikTokon, tehát én az egész tartalomgyártásomat ilyen önkéntes jelleggel végzem. Akkor Norina Diamondon szerintem túlléphetünk, vagy nem tudom, hogy ehhez még van-e bármi, amit fontosnak tartanál elmondani. Szerintem nem mindent megbeszéltünk. Kiveséztük. És egy picit még viszont annak a veszélyére szeretném, hogy hívjuk fel a figyelmet, amit ugye sextingnek hívunk, tehát amikor képek cserélnek gazdát egymás között, ez az egyik része, a másik. És most itt a pedofíliára hoznám vissza, hogy ugye nagyon sokszor akár családi képeket is raknak ki szülők a gyermekekről. Tehát a közösségi médiának ezekről a veszélyeiről beszéljünk. Hogyan lehet megelőzni a bajt, és mire érdemes odafigyelni? Rendben, hogyha már a pedofilokkal indítottuk el a beszélgetést, akkor én először azt is javasolnám, hogy a pedofilokkal folytassuk, és utána áttérek a fiatalokra, illetve a felvilágosítás hiányára is rátérhetünk, mert azon a ponton, hogy gyermekek kezébe kell kvázi adni telefonokat, itt majd a médiumokra is szeretném felhívni majd a figyelmet, mert egyébként az egy trend a fiatalok körében, hogy mindenkinek kell lennie telefon, mindenkinek rendelkeznie kell telefonnal, és hogyha te nem adsz a gyermekednek, akkor őt ki fogják nézni, tehát ez egy borzalmas körforgás, de akkor először beszéljünk a pedofilokról. Rengeteg szülő tölt fel TikTokra, Instagramra és Facebookra képeket. A TikTok esetében sajnos ilyen funkció a Metán nincs. A TikTok esetében ott kijelzi neked azt, hogy mit tudom én, 10 000-en mentették le a videót, vagy a fotókat. Ezek a személyek nagyon-nagyon-nagyon magas százalékban, ahogy ezt az adatok alapján is megbeszéltük, pedofilok lesznek. Ugyanis azok a pedofilok, akik nem tudnak hozzáférni a dark webben, vagy pedig bárhol máshol gyermekpornóhoz, bocsánat, azok majd a gyermekedről készült családi fotókat, meg a pelenkás fotókat fogják nézegetni. Ez elég félelmetes ahhoz. Ne töltsétek fel. Ne töltsétek fel a gyermeketekről készült fotókat, és tudod, hogy még miért nem? Mert lehet, hogy te a kislányodról kiteszel egy fotót, amin, mit tudom én, balettozik, és épp tütűben van. Az AI-jal megszerkesztik, hogy mesztelen legyen. Ne töltsetek fel a gyereketekről videókat. És ehhez kapcsolódóan akkor beszélgessünk arról, hogy a tinédzsereket és a fiatalokat, még a kisebb gyermekeket is milyen veszélyek érintik. Ugye egyre fiatalabban férnek hozzá a pornóhoz, és lehet, hogy ezt is ilyen trendszerűen, de kérik egymástól a mesztelen fotókat. Ne küldjetek egymásnak mesztelen fotót. Ha valamit csinálni akartok, akkor egymás beleegyezésével inkább az, de fotókat ne küldjetek, mert azzal bármikor vissza tudnak élni, lehet, hogy még 10 évvel később is. És ezt most ugyanúgy mondom a 16-17 éveseknek, és egyébként a felnőtteknek is. És ugyanaz vonatkozik ide is, mint amit a babákkal kapcsolatban mondtam, hogy már a fiatal lányokat is veszélyezteti az, és itt a Taylor Swiftnek a példáját tudom felhozni, akiről ráadásul AI pornó készült. Ne rakjatok közé magatokról olyan fotókat, ami AI-jal könnyen átalakítható mesztelené. De ma már az embernek az arc, elég, ha az arca fent van, nem? Az a Taylor Swiftnek éppensége valami ilyesmit alkalmazhattak, igen. Tehát nagyon veszélyes. Ugye az AI-ról talán majd külön is beszélünk, mert ez egy újabb nagy téma, deepfake és az egyebek, viszont ugye nekem megdöbbentő, amit most mondasz, ugye én még nem vagyok szülő, tehát lehet, hogy ebbe így bele sem gondoltam, de valóban mondjuk anyuka büszke a kislányára, kirakja a fotóját, és hogy utána
nyilván azért rakja ki, mert szeretné megmutatni a saját ismerősi körének, és nem az, hogy egy egész világnak, meg főleg nem azt szeretné, hogy pedofilok nézegessék azt a képet. De hogy itt mit írt tanácsolsz, hogy abszolút semmi, tehát a zéro, semmi. Vagy akár adatvédelmi beállítások, hogy csak az ismerősök lássák, vagy, vagy a legbiztonságosabb a semmi? Biztonságosabb a semmi, mert a pedofil elkövetőknek a 99%-a, tehát ez egy bizonyított statisztika, általában azok lesznek a pedofilok, akik a közvetlen környezetedben vannak, akár barátok, akár családtagok, tehát jobban jársz, hogyha nem. És akkor hova lehet képeket gyűjteni? Nos, én most pont ezen kezdtem el így dolgozni, hogy én egyébként albumokat vásárolok, tehát mondhatni a régi offline módszerekre. Világ. Így van, tehát képekkel telerakni a lakást, vagy éppen a házunkat. Szerintem ez sokkal biztonságosabb. A házba meg jobbik esetben úgyis csak olyan embert engedsz már be, akiben megbízol. Küldeni mondjuk nagymamának, nagyszülőknek Messengeren, Viberen, az mennyire biztonságos? Hát... Jobb, mint kitenni a Facebookra? Pont a felvilágosításról szerettem volna beszélni, mert ugye mindenki halálra reklámozza a telefonokat. Ehhez képest a gyermekek kezébe már úgy kerülnek ilyen eszközök, akár iPad, akár telefon, akár számítógép, hogy nem magyarázzák el nekik a veszélyeket, és később megfigyelés sem történik, mármint utómegfigyelés ezzel kapcsolatban, hogy megfelelően alkalmazzák ezeket a készülékeket. Tehát ennek következtében a gyermekek mindenféle beteges helyre be tudnak esni, vagy éppenséggel valami víruson keresztül őket meg tudják figyelni a telefonokon keresztül. Na de ez ugyanúgy veszélyezteti egyébként az idősebb generációt. És most gondolj bele, hogyha őszinték akarunk lenni, a mi generációnk az, ami úgy kb. Ért a telefonokhoz. Én ugye közösségi médiában dolgozom, és sok esetben a 40 éveseknek, 50 éveseknek is nekem kell elmagyarázni azt, hogy hogyan kell alkalmazni, vagy hogyan kell egyáltalán megvédeni a felhasználói fiókodat, tehát egy 70 évesnek, vagy egy 80 évesnek sok esetben az is problémát jelent, hogy a kétfaktoros hitelesítést beállíts. És ezt nem ilyen támadó jelleggel mondom, hanem ez tényleg sajnos egy létező probléma. Tehát hívjátok át a nagymamát. Úgyis az együtt töltött idő nagyon fontos, meg a gyermekeknek is jót tesz, hogyha ismerkednek és játszanak együtt. Ezt tudom a legjobban ajánlani, de tényleg, tehát olyan információkat se üzenetben, sem pedig a nyilvános tartalommegosztó oldalakon ne tegyetek közzé, amit nem akarjátok, hogy a nagy nyilvánosságon belül potenciálisan a beteg emberek is láthassanak. És ezekből egyébként szerintem hamarosan nagy ügyek lesznek, és nem csak a fotókat tudják ám meghamisítani. Már olyan felvilágosító videó is készült, amiben egy gyermek hangját hamisították meg AI-jal, és az egy segítségkérő videó volt az anyukájának. Fejt, hogy elraboltak is kell pénz. Akkor ezt lehet, hogy már te is láttad. Hát nagyon, én most időnként kísérletezek az AI-jal, azt látom, hogy például a magyar adásainkból perfektül csinál német adást a mi hangunkon. Wow! Ami a jó ez oldala. Ez pozitív. Igen, majd mutatok itt az adás végén. Nekem, akkor beszélgessünk egy picit a pozitív AI-ról is. Én ugyanezt kezdem el észrevenni a feliratozásokon. Én nem szeretem feliratozni a videóimat, és most már a munkatársaim elkezdtek olyan programokat találni, amik felismerik, hogy miket mondunk, és kevesebb időt kell azzal eltölteni, hogy ezzel szenvedjünk. Igen, nagyon rossz volt, és most egész jó már a feliratozás. Igen. És igen. A képküldéssel lovagolnék még egy kicsit. Azért, mert szerintem ez sok embert érint. Igen. Mert, és általában az eseteknek egy részében nem is az történik, hogy a vadidegen ember bekopog, hogy küldjél képet, nyilván ilyen is van, de hogy itt sok esetben az van, hogy például szereti egymást két ember, de lehet, hogy még kiskorúak meg. És akkor úgy érzi, hogy ha nem küldi, akkor nem szereti. És akkor mi van, ha szakít velem? És mi van, ha összeomlik a kapcsolatunk? És ezért inkább... Itt szerintem az is problémába jön, és itt a szülők gondolkodjanak el azon, hogy miért nem beszélgetnek egy egészséges párkapcsolatról a lányukkal, vagy éppen a fiúkkal. Hogy milyen érzést kell, hogy érezz egy párkapcsolatban, és miért nem. Mert hogyha én egy kislány vagyok, és elkezdem magam rosszul érezni amiatt, mert a velem szemben álló fél megpróbál engem rávenni arra, hogy egy fotót elküldjek magamról, amit én érzem, hogy nem szeretném elküldeni, akkor nem velem van a probléma. De erre miért nem világosítják fel a szülők a gyermeket, hogyha rosszul érzed magad egy párkapcsolatban, hogyha úgy érzed, hogy valamire rá akarnak téged venni, és tudod, hogy az rossz, meg tudod, hogy kikerülhet, akkor azt ne csináld meg, és erről beszélgetni kell a gyermekekkel. És még valamit ehhez kapcsolatban, hogy igen,
tényleg ez a megoldás. Nekem ugye nem volt nagy támogatottságom szülői részről, ugye anyukám korán meghalt, apukámtól is eléggé fiatalon eljöttem, tehát egyedül voltam, ettől függetlenül nekem kvázi gyorsan realizálnom kellett a körülöttem lévő világnak a veszélyét, én soha nem is küldtem ilyen képeket. Kértek? Hogy őszinte legyek, kértek is, és napi szinten kapok kéretlenül is férfiaktól a fotókat, de azt szerintem ilyeneket te is kapsz. Igen, azt hallom a női influencer. Én ugye szerencsére férfiaktól nem kapok fotókat, és ez nőktől. Örülök, olyan van, igen, de azt viszont hallom így tőletek, lányoktól, hogy nagyon sokszor kaptok olyan képeket, amit nem szeretnétek kapni. Meg olyan üzeneteket is, néha szoktam élőadásban beszélgetni követőimmel, és néha megjelennek az ilyen Don Juanoknak szoktam őket nevezni már a követőimmel, és akkor megpróbáljuk őket elkergetni, akik csak erre próbálnak beszélgetéseket kivinni. Én egyértelműen politikai influencer vagyok, nem azért járkálok fel a közösségi médiára, hogy itt pasizzak, vagy nem tudom micsoda. Én szerintem itt is azért most, ha valaki udvariasan mondjuk megdicsér, az nem biztos, hogy szexuális zaklatás, nem? Amikor viszont már nőiességet kiforgatva, megalázva... Figyelj, amikor valaki idegenként küld neked a nemi szervéről egy képet, az azért, tehát az távol áll az emberi normalitástól. Egy normális ember ilyet nem csinál meg, mert érzékeli azokat a szociális gátakat, hogy mit illik megtenni, és mit nem. A testének mely része az, ami a közre tartozik. Tehát, hogy itt azért nagyon sok esetben, és szerintem a képküldésnél is ez, hogy arra nagyon meg kell tanítani a gyerekeket, hogy van a testük, ami egy érték, és amit nem küldünk el másnak, meg nem adunk oda másnak, csak úgy, mert hogy az egy érték. Óvatosnak kell lenni az emberekkel, mert sok esetben teljesen más az, amit a saját környezetük tud róluk, és amit te megtapasztalhatsz. Egy nagyon erős példával szeretnék élni. Volt egy férfi, aki folyamatosan ilyen szexuális üzenetekkel bombázott engem, és egyszerűen elegem volt belőle, egyértelműen nem válaszoltam neki soha, de ízléstelennek tartottam. És megnéztem azt, hogy kiket követ, hát ha van felesége, mert én szoktam ilyeneket csinálni, ha egy férfi ilyeneket írogat nekem, akkor ráírok a feleségére. Igen. Ez jó. Tehát. Igen. Egyszer már megköszönték nekem, és megláttam, hogy egy nőt követ. Vetett csak a férfi, hát mondom, lehet, hogy a feleség, és ráírtam a nőre, hogy figyelj, ez a férfi a te férjed, és éppenséggel nem a férje volt, hanem csak az ismerőse, de mondta azt, hogy ő soha nem nézte volna ki belőle, hogy ő ilyeneket tud írni. És ugyanez a helyzet egyébként a pedofil elkövetőkkel is, mert ugye arról a statisztikáról is beszéltünk, hogy általában családi barátok, rokonok követhetik el ezeket, a gyermekotthonok esetében ugye éppenséggel a nevelők, vagy tűnő éppen... igazgató. Meg. Így van. Soha nem tudhatod, hogy a neked mutatott állarc mögött mi lehet. Most ezt egy szülőnek mondom, mert egyértelműen a pedofil nem a szülőre fog veszélyt jelenteni, hanem a gyermekre. Sőt, hát gondolom, ez torzítja is a személyiséget, a lebukástól való félelem, a titok és ezek a dolgok. Tehát sok esetben lehet, hogy a legkedvesebbnek tűnő ember az a legnagyobb bűnnel követő. Így van. Ját most a Bicskei Gyermek Otthonnál azért ezt a drámát néztük tulajdonképpen végig. Így van. Te egyébként mit tanácsolsz így a különböző generációknak? Hogy én azért nagyon sok esetben azt látom, hogy a szülők naivak, és mondjuk lehet, hogy most is azt gondolják, hogy oké, ti itt beszélgetek, de az én gyerekem biztos, hogy nem küld ilyen képet. Hogy hogyan tudja egy szülő egyáltalán azt, hogy mit néz a gyereke, kinek mit küld, kivel mit beszél, mert lehet, hogy a szülők nem tudják Norina Diamond nevét, és megkérdezik a gyereküket, ő is azt fogja mondani, hogy soha nem, és közben meg azért látjuk, hogy milliós megtekintései vannak, tehát valakik ezek a videót nézik. A szülőknél is sok esetben ugyanaz történik, mint amit mondjuk az elkövetőknél mondtam, hogy de ezt bármilyen esetben elmondhatjuk egyébként, akár a munkában mutatott személyiségről és az otthoni személyiségekről. Ahány helyen van az ember, annyiféle szokást felvehet, hogyha ezt így jobban tetszik, hogyha ezt így mondom. Tehát az oldala a gyermeknek, amit otthon mutat, az sok esetben eltér attól, amit mondjuk az osztálytársai felé mutat, illetve azt azért mindannyian tudjuk, hogy a tinik hülyeségekre tudják rávenni egymást. Tehát ez azért nem egy titok. És szerintem sok esetben meglepődnének a szülők, hogyha ránéznének a gyermekeik üzenetére, mert rengetegszer hallhatunk olyat, hogy gyermekek abuzálnak, ilyen segítségkérés már nekem is volt, hogy egy kislányról készítettek külön csoportot az osztálytársai, és úgy bántották, és én
erősen kétlem, hogy a bántalmazó gyermekeknek a szülei tudtak volna ez erről. Ez volt a Betty gyűlölők csoportja, és akkor ott kifigurázták a kislányt. Igen, és kérdezte a kislányom, mit kellene csinálni. Mondtam neki, hogy köszönöm szépen, hogy nekem írtál először, de mindenféleképpen mondd el az anyukának, és mondta, hogy utána mit csinálnak. Mondtam neki, hogy először beszéltek az osztályfőnök, hogyha az osztályfőnök nem hajlandó semmit csinálni, akkor mondom, az igazgatóhoz mentek. Ha az igazgató nem, akkor pedig menjetek a rendőrségre, mert az, hogy fotókat osztanak meg rólad, az nem normális. Meg az sem, hogy szidnak. Ugye pont itt a digitális, a bullyingról is érdemes, tehát az zaklatásról, bántalmazásról beszélni, mert ugye a bántalmazásnak azért az a fogalma, a zaklatásnak az a fogalma, hogy amit az ember annak él meg, az már tulajdonképpen zaklatásnak számít, és ilyen... Az a helyzet, hogy ez sok esetben pont az előbb említett statisztikák miatt tabu is. A gyermekotthonokban bűncselekményt elszenvedő áldozatok is pont azért nem mernek az ilyenekről beszélni, mert bocsánat, hogy ezt kimondom, de több száz éven keresztül normális volt az, hogy valakit bántanak, és nem csak Magyarországon, bárhol máshol. Ha jobban belegondolsz, hogyha most is valaki depressziós vagy rosszul érzi magát, sok esetben mit kap meg az idősebbektől? Persze a mi időnkben. Tehát alapvetően én úgy érzem, hogy az érzelmi bántalmazásnak még mindig nem érezzük a súlyát. Pedig csak akkor fogunk tudni változtatni a saját társadalmunkon, és egy egészségesebb irányba tolni magunkat, hogyha megtanuljuk az érzéseinket felfedezni, de ez azzal is jár, hogy meg kell védenünk azokat az embereket, akiket potenciálisan bánthatnak. Mert én azt nem tartom egy jó hozzáállásnak, hogy gyenge idők, vagyis rossz idők erős vezetőket szülnek. Tehát én ezt nem szeretem. Tehát én azt kívánom mindenkinek, hogy legyen egészséges, tudjon egy kényelmes életet élni, mert a nap végén mindenkinek ez lenne a vágya, még annak a személynek is, aki valahogy utcára került, és emiatt drogot kell árulnia. A nap végén mindannyiunk csak szeretetre és nyugalomra vágyik. De ehhez meg kell tanulnunk magunkért és másokért is kiállni. És ennek az is a része, hogy elfogadjuk azt, meg tudatosítjuk magunkban azt, hogy vannak érzelmileg elkövethető bűncselekmények, nem csak fizikálisak, illetve azt is el kell fogadnunk, hogy muszáj gyermekekről ilyen felvilágosításról beszélni, mert az az eset is mutatja, amit én előbb elmondtam a kislányjal kapcsolatban, hogy a szülei nem beszéltek erről, hozzám fordult legelőször. Valahol ezt pozitívnak tartom, viszont valahol nagyon szomorúnak. Hát pont ez az elmagányosodás, amit mutat, hogy egy úgymond közöttetek nincs valós kapcsolat, hanem egy digitális. És mégis nekem ért. És mégis neked ért. És akkor itt az influencereknek a felelősségét is behoznám, mert hogy azért az elmúlt években is voltak olyan ügyek, amikor a saját ismertségüket kihasználva hálóztak be gyerekeket, akár igen, nagy eléréssel rendelkező influencerek. Te hogy látod ezt a világot? Ezért is mondtam azt, hogyha akár tök mindegy, hogy itt a Norina Osvágy Zsolti esetben is ki az, aki bűnös, ki az, aki hazudott, vagy ki az, aki elkövetett valamit, a nap végén felelősséget fog vállalni, ha jogilag nem is, de az emberek meg fogják őt gyűlölni. Az online térben is, erről már rengetegszer beszélgettem a saját oldalamon a követőimmel, hogy rengeteg különböző hajlammal rendelkezünk mi emberek, és van, aki ennek tudatában van, valaki pedig nem. És amikor beteges hajlamokkal rendelkező személy kap kvázi egy olyan hatalmat, hogy több százezer követővel rendelkezik, az vissza is fog ezzel élni. És már volt olyan Magyarországon is, hogy gyermekeket vetkőztetett. A követőit vetkőztette, a kiskorú követőit ember. Tehát mit szerettél volna, hogy mit mondjak el ezzel kapcsolatban? Ezeknek a veszélyeire hívni. Tehát, hogy most nyilván elsősorban minket a szülők hallgatnak, mert az ultrahangban nyilván egy idősebb generáció céloz, meg csak sokszor a szülők szerintem el sem tudják képzelni, hogy mi zajlik a Twitch-en, mi zajlik a Discord szervereken, mi zajlik a TikTokon. Ugye azt megbeszéltük, hogy hozzám fordulnak a gyerekek sok esetben. Ebből én azt feltételezem, hogy nekik nincs egy erős kapcsolatuk a szüleikkel, és ezt azért tudom szintén határozottan feltételezni, mert nekem sem volt. Tehát ez sűrűbben előfordulhat, mint gondolnánk, és ez nem feltétlen csak a szülőknek a hibája, hanem ez is egy generációs probléma, amit ki kell javítani. De ehhez nagyon tudatosnak kell lenni. És hogyha egy szülő nem alakít ki erős kapcsolatot a gyermekével, egyértelműen máshoz fog menni, és néha jobbik esetben találhat olyan influencert,
aki meghallgatja őt, rosszabbik esetben pedig vagy a Norinához fog fordulni, mert egyébként olyan is volt, hogy azt hiszem Norinát a menstruációval kapcsolatban kérdezték, ami egy különös jelenség véleményem szerint, na mindegy. És ez egy transzfób megjegyzés volt, csak egy így biológia. Van, tehát ő egyértelműen nem menstruál, már bocsánat, de a kislány nem az anyukájához ment. És hogyha a szexuális felvilágosítást a szülők tabuként kezelik, vagy a menstruációs felvilágosítást, mert úgy érzik, hogy erről gáz beszélni, akkor azt a gyerek is érezni fogja, hogy anyuval nem beszélhetek erről, mert érezni fogja a gyerek, hogy ez rossz érzéseket kelt a szülőben, és akkor máshoz fog fordulni. Csak hát kihez fog fordulni? Egyébként abban nem érzed az influencer világnak a felelősségét, hogy miközben Norina Diamondokból nagyon sok van, akár olyan lehet, hogy kevésbé népszerű, bár akár lehet, hogy tehát ez a pont az ilyen kérdésekben, felvilágosítás kérdésekben jól szakmaian is, meg vonzóan is megnyilvánuló influencerekből nagyon kevés van. Szerintem most arra célzol, hogy a hozzám hasonló influencerekből miért van kevés. És azért inkább politikai influencernek tartod magadat, tehát azért összességében nem feltétlenül akár ilyen felnőtté válási témákról beszélsz. Miközben tudod, hogy a gyermekvédelemmel foglalkozol. Hát az a helyzet, hogy ezért nem jár pénz. Sokan tudom, hogy azt gondolják, meg már a munkahelyemen is többen kérdezgettek, amit egyébként nem tartok egy megfelelő eljárásnak, hogy én ugye hány milliót keresetek a politikai influencer, semennyit. Tehát, hogy itt a véleményekről beszélünk, ezért nem jár pénz, nem úgy, mint amikor bikiniben mutogatja magát az ember, tehát nem a filozófiai, meg gyermekvédelmi gondolatokért fognak egyértelműen az emberek fizetni, tehát ezért lesz több olyan influencer, aki így kvázi a külsőségek és a drámák irányába megy, de ez igazából könnyen megérthető. Pont ezért mondtam azt, hogy sokan lehet, hogy pont azért fogják majd a Norinát tekinteni példaként, mert úgy vélekednek róla, hogy hát ő úgy tűnik, hogy sok pénzt keres ebből, én is szeretnék majd felnőttként sok pénzt keresni, és ez van. És én amikor mondjuk elmondom a követőimnek, hogy hát én amúgy ezt esténként csinálom, este 7-8 körül felveszem a videókat, napközben dolgozom. Nem fúrnak melletted. Igen, és akkor hétvégén én meg egyébként suliba járok, akkor így nézni fognak, hogy hú, hát ez munkának tűnik, az úgy már picit túl sok, meg specifikusan volt is hozzám olyan kérdés, hogy hogyan lehet sok pénzt keresni kényelmesen, és én néztem, hogy hát tudom azt, hogy hogyan tudsz több pénzt keresni, de ahhoz többet is kell dolgozni, és az Máltában nem szokott szimpatikus lenni, tehát általánosságban az online felületeken azt próbálják bemutatni az influencerek, hogy ők hogyan keresnek könnyen sok pénzt, de már arról is olvashatunk cikkeket egyébként, hogy sokszor ez a csillogó élet, amit ők a kamerán keresztül mutatnak, az a való életben annyira nem csillogó. És ki is tudja készíteni az így van, így van. Tehát ez a rövid válaszom, hogy valószínűleg az ilyen reklámozási posztokból, meg a drámából járó ajándékokon keresztül tehát csábítóbb az, hogy valaki ezekből pénzt tud keresni. Végezetül egy utolsó kérdés, hogy itt ült nálam Ungár Péter az elmúlt napokban, ő mondta, hogy az LMP kezdeményezné a 18 éven aluliak számára a pornográf tartalmak betiltását, hogy technikailag ezt hogy lehet kivitelezni, arra azt mondta, hogy most Nagy-Britanniában van erre egy kezdeményezés, és hogy meg kell nézni, hogy ott működik. Te ezt a javaslatot tudnád támogatni? Tudnám támogatni, viszont azzal egyetemben, hogy akkor viszont a felvilágosítást mindenféleképpen meg kell erősíteni, mert talán egyébként pont azért is nézegetik ezeket a videókat annyira, meg annyian, mert én is emlékszem egyébként, hogy már általános iskola első osztályában a fiúk ilyeneket néztek, mert senki más nem beszél velük erről, és ők meg akkor a szülők helyett a pornóhoz fognak fordulni. Tehát, csak ugye az nem a valóság. Így van. Tehát én mindenféleképpen azt mondom, hogy a felvilágosítást akkor jobban kell fokozni, és nem csak azzal, hogy könyveket befóliázunk, hanem valós felvilágosítás történjen mindenre vonatkozóan, tehát nem csak közösségi média és szex, hanem akár az emberi kapcsolatokról is lehetne a gyerekekkel beszélni. És akkor azt mondom, hogy teljesen jól működhet. Reméljük, hogy eljutunk majd ideig. Tóth Bettinak köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Arra kérünk mindenkit, hogyha tetszett a videó, akkor osszák meg másokkal is. Szerintem érdemes tudni, hogy mi zajlik az internet mély bugyraiban. Iratkozzanak fel a csatornánkra, és hallgassanak továbbra is minket. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.